Sziasztok, egy rögtönzött videó, ez egy megállóhely, Alsónyék. Hát most itt fogom majd a vonatot megvárni. Látjátok, van egy esőbeálló. Valószínűleg itt volt a WC, de az le lett USB lapozva. Viszont itt van a régi megállóhelyi épület, ahol gondolom egykoron pénztár is lehetett. Hát egyébként van két biciklitároló van, tehát úgymond ilyen B+-szer, és egyébként feltételes megállóhely, amire tábla is figyelmeztet, hogy vonat csak akkor fog megállni, hogyha van fel- vagy leszálló utas. És van egy másik, hogy április 2-től változik a menetrend, vagyis holnaptól. És itt van a egykori őrhely, hát gondolom, hogy sorompókezelő volt itt. De egyébként van melléképület, meg gondolom volt itt egy szolgálati lakás. És itt a tájékoztató arról, hogy feltételes megállóhely. A szokásos menetrend az oda ki van téve, egyébként 17:30-kor fog a vonat jönni, egy 25 perc múlva. Itt van ugye a B+-szel parkoló, ki is van táblázva, egyébként bicikliút vezet Bátaszékre innen. És hát akár be is nézhetnénk. Gondolom egykor itt volt a szolgálati lakás. Hát egy páran már be is másztak és dekoráltak. Egyébként valószínűleg volt itt egy kiadás is régebben. Hát esetleg erről még meg lehet nézni. Hát még a villanyóra is van fönt, de nem aktív. Igen, mert valószínűleg az egyik a vasúté volt, a másik pedig aki itt lakott a szolgálati lakásnak volt külön mérőórája. De hát így a másik oldalt be is lehet jönni. Már szerintem sok értelme nincsen. Hát, ugye, hogy szerintem egyébként itt ez lehetett a pénztár. Aztán persze lehet, hogy tévedek és fordítva működött a dolog. Nehéz itt már megmondani. Nem, valószínűleg itt volt a pénztár egyébként, itt volt egy kiadás, és itt volt a váróterem. És most valószínűleg itt volt egy szolgálati lakás. És hát itt van a épület így a másik oldalról. És az újonnan épült esőbeálló is. Itt van egy melléképület, és nagyjából ennyi, úgyhogy ez egy ilyen gyors körbetekintő vlog videó lett. Ennyi, sziasztok!